hogyha ma én vinnének el egy kicsit. Örülnék neki. A szállás, Tasi? Na, indulás. Milyen volt ma a suli, mesélj nekem egy kicsit. Hát jó volt. Melyik a kedvenc tantárgyad? A Tasi. De gondolom a kézlabda miatt. Igen. Jó, meg mert szeretek sportolni, meg futni. Komolyan? Igen. És sportolsz még valamit? Más nem. Nem? Csak kézzek. De az is elég, nem? Igen. Szuper. És mióta kézilabdázol? Hát igazából most vagyok 9 éves és 8 évesen kezdtem. És hogy tetszik? Nagyon jó. Nagyon jó? Igen. Aranyosak az edzők, a csapattársak. Igen. És szoktál meccseket nézni? Igen, szoktam. De remélem győr meccseket szoktál nézni. Igen. És valamelyik meccsen te is voltál már kísérő? Hát igen, csak most nem attól sokat kísértem. Ja, jól van. De hát attól még jó volt, nem? Igen, azért nagyon jó volt. Szuper élmény. És utána a meccset is megnézted? Igen, megnéztük. És te mikor kezdted a kézilabdát? Én képzeld el, hogy 6 éves voltam, de először fociztam, képzeld el. Hát már én is fociztam. Komolyan? Igen. Komolyan, nekem is az első, az foci volt. Mert neked van két tesóm, mindre kettő fiú, és ők is fociznak. Aha, nekem sajnos nincs testvérem, de képzeld el, hogy apukám, ő futballedző volt, és nála kezdtem el focizni. De anyukám nem nagyon örült neki, úgyhogy gyorsan váltottunk utána kézlabdára, ami kicsit úgymond lányosabb. Igen. De én szerettem focizni. Atletizáltam. Meg lovagoltam is, meg balettoztam. Úgyhogy én sok mindent úgy kipróbáltam, de úgy a kézilabda maradt meg teljesen. Én még korcsolyáztam, meg még most is szoktam járni, ugye atlétiká. Tök jó. És mit szeret az atlétikában? Mit szoktuk? Hát a futást. Uh-huh. Szeretnél majd kézilabdázó lenni? Igen, nagyon szeretnék. Komolyan, de jó. Tudod, a tanulás is fontos. Na hát, Petra, én idáig jöttem. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy elhozhattalak, és nagyon örülök, hogy megismertelek. Egy nagyon-nagyon aranyos csajszi vagy, úgyhogy kívánom, hogy egy nagyon jó kézlabdázó legyen belőled. És köszönöm. Sajnos rövid beszélgetés volt, de nagyon örülök, hogy megismertelek.